főkonzul Vacskai József nélkül iszonyatos energiákat fektetett bele mindenek előtt az anyagi háttér megteremtésében szervező munkában. És az itt van jelen, van az ungvári főkonzulátus képviselője Vida László kollégám, aki kulturális ügyekkel is a főkonzul helyetteseként működik, úgyhogy én azt hiszem, hogy a együttes megfelelő hátterek Kárpátán továbbra is rendelkezésetekre fog állni. Sok hiszen elmondhatjuk, hogy a kárpátaljai részről nagy az érdeklődés, és abban bízunk, hogy az anyaország is mindent megtesz ennek érdekében. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfáradtak ma délelőtt ide, és várunk mindenkit szeretettel a Nemzeti Színházba.